Hegedűs Endre eddig is élő kapcsolatot ápolt szülővárosával, de mióta az önkormányzat tavaly megvásárolta a világ legjobb hangverseny termeiben is használatos Stanway zongorát, a művészt újabb és újabb vásárhelyi koncertekre ösztönzi. A Kossuth-díjas zongora művészt ezért idén februárban is nagyszabású hangversenyt tervez a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. Szeretném, hogyha nagyon sok léleksimogató és vigasztaló, örömöt adó Chopin muzsikát adhatnék ajándékba. Február 5-én este itt a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ nagytermében véreinek, kedves hódmezővásárhelyi közönségnek. Ez az apropó. Én ugye nem nyugszom, egy ilyen állandóan nyüzsgő ember vagyok, hiszen most van itt az idő, amikor zongorázhatok. Bár a zongora művész Liszt Ferencet tartja példaképének, de Chopin melankóliáját is közel érzi magához. Ezt a hozzáértők is megerősítik, ugyanis szerintük Hegedűs Endre az egyik leghitelesebb tolmácsolója a lengyel zeneszerző műveinek. Ezért februárban a sorban a 135. vásárhelyi hangversenynek is a Chopini életmű adja majd az alapját. Kezemben van egy csomó Chopin gyönyörűséges darabok, amiket évtizedeken keresztül játszottam, talán több százszor van, amit talán ezernél is többször. Ezekből rendeztem egy csokrot. Nem vagyok a nagy felfedezők, a nagy újítók típusa. Én úgy vagyok vele, hogy amit én egyszer megtanultam, azt időről időre miért ne vehetném elő újra? Leporolom, megsimogatom, mert tényleg erről van szó, hogy egy olyan szeretet van a mesterművek mélyén, ami a hozzáálló, az őt felébreszteni akaró muzsikusnek a szeretetére, szíve melegére életre kelnek. Hegedűs Endrének az idei évben is tele van a naptárja. Ha nem éppen idehaza koncertezik, akkor az ország különböző pontjain a gyerekekkel igyekszik megszerettetni a klasszikus zenét, de a tengeren túli utazás sem maradt ki. Míg tavaly Japánban muzsikált több hetet, addig idén feleségével 26. amerikai turnéjára készül.